Az Ótestamentum. A forgatókönyvet írta Luciano Scaffa. Zenéjét szerezte Paolo Zavallone és Guido de Gaetano. Egy nép visszatér. Nem hittem, hogy megérem ezt a napot. Visszatértünk Jeruzsálembe, de nincs semmink. De kecsketeljünk legalább van, ugye, kedves? Testvéreim, mielőtt eszünk, emlékezzünk meg távol lévő barátainkról. Testvéreim, igazán sajnálom, hogy Asbakek Babilonban maradt. Igazi, nagyszerű, csodálatos barátom volt. Ott kellett volna hagynia az ötvös műhelyét és a vevőit. És a hasznát. Nem akart eljönni. Megértem őt. Jól tette, hogy ott maradt, de nagyon hiányzik. Sokkal több volt számomra, mint csak a bátyám. Közben együnk is. Kötelességünk ez Istennel szemben. Együnk olyan jól, ahogy tudunk. Jehova azt parancsolta, hogy építsük újjá templomát, ám ez nem lesz egyszerű. Salamonnak sok ezer munkása volt. És sok pénze, és 7 éve, hogy felépítse. Ráadásul szembe kell néznünk a szamaritánusok nem tetszésével. Fel kell készülnünk rá. De hisz a szamaritánusok is Jehovát követik, testvérek vagyunk a hídben, és nem ellenségek. Miért elleneznék? Azért, mert építettek egy templomot Szamáriában. Ha Jeruzsálem visszakapja a templomát, a sok ezer hívő, aki minden évben a szamáriai templomhoz zarándokol, természetesen inkább a jeruzsálemi templomot választja majd. A templomuk pénzt és adományokat jövedelmez. Persze, hogy nem akarnak lemondani róla. Higgyetek, fiaim! Ha engedelmes gyermekei voltunk Jehovának, ő felépíti lerombolt templomát Jeruzsálemben, mert nincs a földön jobb hely az ő imádására. Jeruzsálem Jehova városa.
Gyerünk! Húzz! Húzz! Gyere, segíts! Amíg! Gyere vissza! Segíts már! Kicsikém, kicsikém! A tenger! Itt vagyunk hát a tengernél, nővérem. Végre ehetünk. Igen, vannak halászok is. Biztosan megsegítenek minket. És adnak nekünk pár halat. Menjünk oda! Ez csoda! Jehova segít rajtunk! Áldott legyen Jehova neve! Katonák! Emberek, tegyétek le a fegyvert! Ki adott jogot rá? Ki adott jogot rá, hogy áthaladjatok Szamária földjén? Hogy merészelitek? Parancsnok! Ő felsége nagy Círus, aki Perzsia és Asszíria királya. Ő adta nekünk a jogot. Ő mindkettőnk népe fölött uralkodik. Nem tudod bizonyítani, amit állítasz. A legkevésbé sem, úgyhogy utadat állom. Nézd ezt a népet. Jeruzsálem népe ez, amely hazatér földjére a babiloni fogságból. Végre beteljesedik Jehova akarata. És itt vannak, akik tanúsítják mindezt. Ők Círus katonái. Kérdezd meg őket! Menjünk! Éljen a nagy Círus! Áldott legyen Jehova szent neve! Csak utánad, Szezbasszár herceg, erre! Jeruzsálem! Végre! Menjünk a templomhoz! Gyerünk, emberek! Menjünk a templomhoz, igen? Mennyire hiányzott ez a város! Kérd meg anyádat, mondja el a város történetét. Én akkor meséltem el neki, amikor akkora gyerek volt, mint te. Anyám, tedd meg, amit nagyapa mondott. Meséld el Jeruzsálem történetét.
Amikor Jehova keze elengedi Sault, halál szállt a nagy királyra, és Dávid, Isai fia követte őt a trónon. Marduk, az Isten, aki megbüntette Babilont és elpusztította az asszírokat, a nagy Círus kezére adva a birodalmat, itt van most. Ettől az oltártól szólhatok hozzá, hogy meggyógyítsa sebeiteket és boldogságot adjon nektek. Marduk erős, Marduk hatalmas, hozzatok adományt a nagy Marduknak. Minden adományért a lángokba vetek egy morzsányi tömjént. Minél több a tömjén, annál jobban. Szerettiteket, Marduk, uralkodunk hatalmas istene, a győzedelmes isten, aki sohasem győzetik le. Szentségtörés! Jehova városában kőisteneket imádtok! Megint magatokra akarjátok vonni Jehova haragját! Szerencsétek, hogy jönnek a papok, ti gonoszak! Tűnjünk el! Itt vannak! Tudjátok, hogy Jehova keze írta a törvényt. Én az Úr vagyok, a te istened. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne imádd őket, és ne hajolj meg előttük. Ne csinálj ércből öntött istent magadnak. De a galádok egy isten elátkozott kőszobrát hozták közénk, és néhány ostoba zsidó még fizetett is a tömjénért, amit előtte égettek. Azt akarjátok, hogy újra lesújtson ránk a mindenható haragja? A szörnyű büntetés, amit Jehova 70 évvel ezelőtt Jeruzsálem népére mért, nem volt elég? Gyorsan! Felél alá! Hussunk haza! Gyorsan, hussunk haza! Áldott legyen Jehova! Írni és olvasni már tudsz. Fényes jövő vár rád. Ha felnősz, híres írnok lesz belőled, mint nagyapád volt. Igen, jól megy az írás, de nagyon késő van. Készen is vagyunk, mehetsz. Erre tessék! Gyönyörűek! Jöjjenek közelebb! Tessék, tessék! Nagyon olcsó! Nézze, milyen szép! Mondd csak, mit írsz, Efraim? Egy réges-régi tekercset másolok. Úgy mondják, Dániel története. És tudod a történet értelmét? Kérlek, felej, Efraim! Hát persze. Azt jelenti, hogy az Istenben való hit megváltás annak, aki hisz ő benne. Nagyszerű történet. Nabukodonozor király annyira szerette Dánielt, hogy magas tisztségre emelte. Ám az irigy udvaroncok nem szívelték, hát kémkedtek utána. Egy nap látták, hogy Dániel a házában térdre borulva imádkozik, és dicséri Istenét, Jehovát, a legmagasabbat. Lessük meg, mit csinál. Aha. Elsiettek Nabukodonozor királyhoz, és azt mondták, hogy... Ó, királyom! Azt rendelted el, hogy birodalmadban senki se imádjon más istent, csak téged. Különben az oroszlánok közé vetteted őt, nem igaz, nagy uram? Igen, ez a parancsom, és visszavonhatatlan. Mi okból kérdezitek? Beszélj! Akkor tudnod kell, hogy Dániel, akit magas tisztségre emeltél, nem tiszteli a parancsodat. Igen, királyom. Saját szemünkkel láttuk, amit Istenéhez imádkozott, naponta háromszor. Esküszünk!
A király igen elszomorodott ennek hallatán. De nem vonhatta vissza saját rendeletét, így kénytelen volt Dánielt, akit pedig olyannyira kedvelt, halálra ítélni. Most meglátjuk, hogy az Isten, akihez hű vagy, megmente. Halálomban is hű leszek hozzá, királyom. Az én hitem örök. És végre eljött a hajnal. A király egyenesen az oroszlánok verméhez sietett. Odaérve hangos szóval hívta Dánielt. Dániel, az élő Isten szolgája! Megmentette Istened az oroszlánoktól! Felség, nyújjon hosszúra életed! Az én Istenem elküldte angyalát, aki fényével bezárta az oroszlánok száját, és ők nem bántottak, mert ártatlan vagyok az én Istenem előtt, és előtted is, mivel sosem követtem el ellened bűnt. Vegyétek el a követ, szedjétek ki a veremből! Ó, királyom! Dániel! Azonnal végezzétek ki azokat, akik bevádolták! Mit akarnak? Ne! Tényleg beledobnak minket a verembe? Ne! Végünk van! Aztán a király levelet írt birodalma minden elöljárójának és országa valamennyi népének. Egész birodalmamban féljék és tiszteljék Dániel istenét, mert ő az élő Isten, és örökké az marad. Az ő országának nem lesz vége, és hatalma örökké tart. Ő megment és megszabadít. Jeleket és csodákat művel az égen és a földön. Ő, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok verméből. Miért fújjátok? A város falait lerombolták. Kapuit ledöntötték az asszírok. Halott város ez. Ez a reménység hangja. Amíg fújom, látom újra emelkedni a falakat, és Jeruzsálemet fényesen ragyog. Bár meghallgatná a szavaidat az úr. Reméljük úgy lesz. Reméljük igazad lesz, testvére. Menjetek! Nos, Szamária lakói, üdvözöllek titeket! Megtiszteltetés, hogy fogadsz, Szesbasszár herceg. Miért jöttetek el hozzám Szamáriából? Hogy tiszteletünket tegyük, uram, semmi másért. Gondoltuk, kedvedre lenne néhány ajándék, uram. Nos, azt mondod, csak azért jöttetek, hogy ajándékokkal köszöntsetek? Így van? Szándékunk volt még biztosítani téged népünk feltétlen hűségéről Círus királyhoz, Perzsia és Asszíria uralkodójához. Mivel Círusnak igen erős hadserege van. Nem, uram, barátságból jöttünk, nem félelemből. Igaz barátságból, nem másból. Biztosra veszem, hogy igazat szólsz. Szeretnénk, ha tisztáznál egy apró részletet, ha lehet.
Nagyon apró részletet hidd el. Örömmel megteszem nektek, ha tudom. Mi lenne az? A zsidók, akik visszatértek a babiloni fogságból, újra felépítik a templomot? Nagyon szeretnénk tudni. Mit érdekel ez titeket? Valaki felbíztatott? Nagy templomot emeltünk Jehovának Szamáriában. Mi haszna lenne egy másiknak? Városotokban emeltetek templomot. Az asszírok azonban itt rombolták le Salamon templomát, és Círus király ezt rendelte újjáépíteni. Akkor távozunk, hercegem. Köszönjük a türelmet. Nyugodt lélekkel térünk vissza városunkba, mert leródtuk előttet tiszteletünket, és nem láttunk építőmunkást, sem mérnököt a városban. Hogyan vehetnénk el egy egész néptől a lehetőséget, hogy újjáépítsen egy szent templomot, ha azért a király kezeskedik? Nem tehetitek, és nem is fogjátok megtenni. Köszönjük, herceg! Visszatérünk majd, hogy újabb ajándékokkal tisztelegjünk nálad. És az Úr így szólt, nézzétek, igaz szeretettel szeretem őket. Kigyógyítom őket a hitetlenségből, így szólt az Úr Mózeshoz. Salamon király felépítette a templomot. Így szól az Úr, legyek Izraelnek, mint harmat, virágozzak nékik liliom gyanánt, hogy visszatérvén árnyékomba ülhessenek. Uram, csodálatos hajlékot kívántam építeni neked, hogy abban lakozhass örökké. Ahogyan az igazak könyvében meg van írva. Áldassék Jehova! Áldassék Jehova, Izrael istene! Áldassék Jehova! Az Úr útjai egyenesek, az igazak azon járnak, míg a gonoszok elbuknak. Legyen az Úr neve áldott mindörökké. Magyar hangok. Pap János, Vas Gábor, Varga Gábor, Galbenisz Tomasz, Bardóczi Attila, Szokolai Ottó, Gruber Hugó, Botár Endre, Izsóf Vilmos, Dányi Krisztián, Borbé Sándor, Imre István, Albert Gábor, Forgács Gábor. Magyar szöveg Kövesdiné Lám Zsuzsánna. Szerkesztő Barabás Klára, hangmérnök Balogh Balázs, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Tóth Flóra. Szinkronrendező Tomasevics Szorka. Produkciós vezető Milassi Nákos. A magyar változatot az MTVA megbízásából az Artin produkció készítette. A filmet rendezte Bong Kyung-an.